Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Lakástüzek. Idén már 11-en haltak meg a lángok és a füst miatt a saját otthonukban. 2 milliárdos ipari parki fejlesztés 1000 négyzetméternyi területen fejleszt Szekszárd. Az alapanyagok felét helyben állítják elő, kormányzati segítséggel felújították a napközi otthont Gyulajon. Terápiás macska a megyei könyvtárban, egyre több olvasót vonz a közösségi kedvenc. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén már 11-en haltak meg lakástűzben Magyarországon, bár Tolna megyében az elmúlt években folyamatosan csökkent az ilyen esetek száma, idén januárban eddig mégis sokkal több lakástűz miatt vonultak a tűzoltók, mint a korábbi években. Ne álljunk neki a tüzet oldani, hiszen jól látszik, hogy hatalmas lángokkal ég a fentlévő összes berendezés. Egy berendezett fémkonténerben gyújtott tűzzel mutatták be a katasztrófa védők, mennyire könnyen lángra tudnak kapni a lakásokban található háztartási eszközök. A felvétel decemberben Budapesten készült. Itt pedig már egy igazi lakástűz oltási munkálatai láthatóak. A téli időszakban rengeteg ilyen esethez kell a tűzoltóknak vonulniuk. Január 1 óta az országban 350 lakástűzben már 11-en meghaltak. Tolna megyében 2016-ban volt a legtöbb, 176 lakástűz. Tavaly előtt 164-szer, míg tavaly ennél is kevesebbszer 134-szer riasztották a katasztrófa védőket ilyen esetek miatt. A közhiedelemmel ellentétben a sérüléseket, illetve a tragédiákat a legritkább esetben okozzák közvetlenül a lángok, hanem a lakástüzek legtöbbségénél a mérgező füst okoz füstmérgezést, és ez vezet a legrosszabb esetben a halálhoz. A statisztikák szerint a legtöbb tűzeset egyedül élő idős emberek ingatlanjait érinti. Ők könnyen elalszanak például sütés vagy főzés közben, de a dohányzás miatt is minden évben sok lakás kap lángra. Mindez egyébként megelőzhető lenne egy rendkívül olcsó berendezéssel, egy füstérzékelő, amit ha felszerelnek, akkor a tűz kezdeti stádiumában keletkező füstöt érzékeli, és egy 85 decibeles hangjelzést ad, ami alapján már könnyebben meg lehet fékezni a tüzeket. A katasztrófa védelem szóvivője azt mondja, elektromos zárlat miatt is sok munkája van a kollégáinak Tolna megyében. Ezért a hatóság azt kéri, az elektromos eszközök javítását minden esetben bízzuk szakemberre. Idős 78 éves férfi okozott koccanásos balesetet Tamásiban. A vétkes sofőr a baleset után úgy hajtott el a helyszínéről, hogy nem bizonyosodott meg arról, hogy a másik autóban ülők közül bárki megsérült-e. A rendőrök hamar elfogták a balesetet okozó férfit, akit cserbenhagyás vétsége miatt hallgattak ki. Szándékosan sodort el az autójával egy rendőr egy ittas férfit, ezt állította az ügyész egy szerdán kezdődött büntető ügyben. Az áldozatot nem sokkal korábban a megvádolt rendőr kollégája vonta intézkedés alá, mert ivott, mielőtt kerékpárra ült. A bíróság elé most állt egyenruhás mindent tagad, a munkahelyén ettől függetlenül ideiglenesen felfüggesztették. Ekkor a gépjárművét hirtelen átkormányozta a meneti rend szerinti baloldali forgalmi sávba, az ott haladó sértett felé, és már folyamatosan fékezett, mivel nem akart több sérülést okozni a sértettnek, azonban a gépkocsi bal elejével neki ütközött a sértett mellkasának, aki ettől a füves árokba esett. Az elsodort férfi elvesztette az eszméletét, de a vád szerint a rendőr ezzel és a sérüléseivel sem törődve, a hónaljánál fogva betette őt az autója hátsó ülésére, és visszavitte azokhoz a rendőrökhöz, akik nem sokkal korábban intézkedtek ellene. Azt viszont nem említette meg, hogy elütötte őt. Az ügyész szerint a rendőr ezzel közúti veszélyeztetést és a segítségnyújtás elmulasztását is elkövette. Mindezek alapján a vádiratban lefektetett indítványokkal szemben, amennyiben a vádott a előkészített ülésen a bűncselekmény elkövetését beismerné, akkor a városi pécsi járás és nyomozógyészség indítványa az, hogy a vádottat pénzbüntetésre ítélje tisztelt járásbíróság. Vagyis, ha beismerte volna a vádban állítottakat, már most ítélet született volna az ügyben, pénzbírságot kapott volna. A rendőr és az ügyvédje viszont mindent tagadtak. Az ügyben ezért még újabb tárgyalások lesznek a következő december 22-én.
A területfejlesztési operatív program pénzügyi forrásából 2 milliárd forintot nyert Szekszárd az ipari park fejlesztésére és bővítésére. Jelenleg 30 vállalkozás tevékenykedik a parkban. Az elkészülő infrastrukturális fejlesztések hatására a városvezetés jelentős növekedésre számít. Közvilágítás kialakítás, járdaépítés, üzemcsarnok bővítés és utak létrehozása is szerepel a pályázati anyagban. Ácsázsó polgármester arra számít, hogy a most közel 500 embert foglalkoztató park a fejlesztések után további munkahelyek kialakítását eredményezi. Jelenleg 6000 négyzetméter csarnokot használunk az ipari park területén, ez a volt honvédségi lőtérben, vagy raktárbázis. Egy része lebontásra kerül, és 4400 négyzetméternyi területtel 4 új csarnokot építünk fel, illetve a fennmaradó épületeket pedig felújítjuk szintén 4000 négyzetméter, tehát 8400 négyzetméter olyan ingatlan lesz, ahova majd akár új vállalkozás, újonnan alapuló vállalkozásokat, akár már működő vállalkozásokat fogunk behozni. Elsősorban a termelőszektor bevonása a cél, mondja a polgármester. Munkaerőinséges helyzetben magasan automatizált, nagyobb hozzáadott értékkel bíró vállalkozások települjenek be. Mi a Modern Városok program keretében egy 100 hektáros ipari parkra is kértünk lehetőséget, és meg is kaptuk a kormánytól. Itt a területek megvásárlása jól is megtörtént, és hamarosan elindul ennek a résznek a fejlesztése is, ez a Tolnatáj melletti területet jelenti. A feltárót kiépítése történik meg először, és utána pedig a szükséges kapcsolódó infrastruktúra, víz, szennyvíz, gáz, elektromos hálózatnak kialakítása valósul meg. Tehát összességében hamarosan mintegy 100 hektárnyi olyan ipari parkja lesz a városnak, amely várja a betelepülőket és a befektetőket. A paksi bővítés is hatással lehet a fejlesztésre, mondja Ács Dezső. Emellett a helyben működő vállalkozások is jelezték, további területek kihasználását tervezik. 20 millió forintból újították fel a napközi otthont Gyulajon, a konyhán naponta több száz adag ételt főznek, a konyhának helyet adó épületre ment a pénz nagyobb része, de új eszközöket is tudtak vásárolni. Már az új sütőben sültek a húsok Gyulajon a napközi otthon átadásának idején. A faluban naponta 200 adag ételt főznek. Ellátják az óvodásokat, iskolásokat, nyugdíjasokat, a szomszédos idős otthon lakóit, és elkészítik a rászorulók ételadagjait is. Ahogy Losonczi László polgármester fogalmazott, kemény munka folyik nap mint nap a konyhában. Ezért is volt nagy segítség, hogy a durván 20 milliós beruházáshoz a kormány több mint 17 millió forinttal hozzájárult. Még hozzá kellett tennünk a önerőt 2 millió 800 ezer forintot, és így körülbelül a 17,5-ből 14 milliót az épületnek a felújítására tudtunk fordítani, 2,4 millió 400 ezer forintot pedig az eszközökre. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a választókörzetébe tartozó 58 település szinte mindegyikébe jutott fejlesztési támogatás az elmúlt időszakban, csak a területfejlesztési operatív programból összesen több mint 8 milliárd forint értékben. Annak a híve voltam, hogy inkább egy-egy települések kevesebb összeget nyerjenek el, de mindenhova jusson valamennyi fejlesztési forrás, és örülök, hogy Gyulajon is megvalósult ez a több mint 20 millió forintos beruházás. Ebből az állami forrás, ami a költségvetési törvényben jelent meg 17-ben, 17,5 millió forint volt, úgyhogy ez talán nem egy olyan nagy összeg, de egy ilyen kicsiny falunak, mint Gyulaj, ez egy óriási lehetőség. A következő időszakot tekintve Gyulajon már várják a Magyar Falu program kiírásait, felújítanák az orvosi rendelőt, az önkormányzat épületét, illetve az utak, járdák állapotán is javítanának. Kultúra és terápia egyben. Az I. és Gyula megyei könyvtár egy őszi rendezvényére sétált be Cila, a macska. Azóta teljes értékű tagja a könyvtárnak, külön helyet is kialakítottak neki, az ott dolgozókon kívül pedig az olvasók is imádják, sokan a kölcsönzésen, olvasáson kívül kifejezetten azért mennek be, hogy megdajkálják a cicát. Önfelettel járkál a könyvespolcok között Cila, avagy Mirmur, az I. és Gyula megyei könyvtárban. Igazából mindenki máshogy szólítja a lassan terápiás macskaként elhíresült négylábút, hát ha egyszer úgy döntene, tovább áll. A könyvtár dolgozói nem akarják kisajátítani a négylábú kedvencet, de nagyon örül mindenki, hogy most itt talált otthonra. Cila egy őszi programon tűnt fel a könyvtárban, besétált, körbenézett, és mivel tetszett neki a hely, hát maradt. A lányok elmondták, mióta a macska velük van a mindennapokban, ők is többet mosolyognak, bár ez előtte sem állt távol tőlük. Az olvasók előszeretettel jönnek be, most a hírekben azért szerepel ő a mi híres cicánk, és
bejönnek családok, a gyerekek csak azért jönnek a szülőkkel, hogy megnézhessék, megsimogathassák a cicát, a gyerekkönyvtárból is átjönnek a gyerkőcök megnézni őt, egy kicsit kényeztetni. Az olvasók arcára is gyakran csal mosolyt, úgyhogy gondolom, hogy ő jót tett velünk, jót tett az olvasásnak is. Még ha erről ő mit sem tud. A négylábú házi kedvencen látszik, hogy korábban benti cica volt, ivartalanított, szobatiszta, nyugodt és nagyon szereti, ha szeretgetik, simogatják. A könyvtárban régóta keresték a gazdáját, de nem jelentkezett senki. A környéken már régebb óta látták kóborolni. A könyvtárnak volt már máskor is macskája. A könyvtár udvarán található egykori Matti Unieste szülőház padlásán mindig is laktak kóbormacskák. De olyan macskánk, mint ő, ilyen még nem volt soha. Azt kell mondani, hogy ő tudatosan választott ki magának minket. Az egy nagyon-nagyon jellegzetes pillanat volt, amikor a Darvasi László irodalmi estjére besétált, körülnézett, mindenkit lecsekkolt, és megállapította magában, hogy ez egy jó hely. Cilát megviselték az utóbbi mozgalmas napok, a forgatások, most egy kissé visszahúzódóbb. A napokban egy állatorvos jön majd a könyvtárban megvizsgálni, de egyébként jó egészségnek örvend. Kifejezetten enyhe az idő januárhoz képest, és ez így is marad a hét második felében is, ezzel párhuzamosan egy meleg front is átvonul térségünkön, ami megviseli az arra érzékenyeket, fejfájás, migrén, álmatlanság, fáradtság érzet jelentkezhet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés, a szakorvos azt mondja, a frontok vonulásakor gyakoribb az orvérzés, a gyomorvérzés, az agyvérzés, az embólia és a vérrögös érelzárodás, ahogy az infarktus is. Mivel az erre érzékenyek szervezetének védekezése legyengül, felléphetnek gyulladások, lázas betegségek. A szekszárdi Balassa János Kórház kardiológiai osztályán is számítanak a nagyobb betegforgalomra. Január 16-án 9 fokot lehetett mérni Szekszárdon. Az előrejelzés szerint csütörtökön akár 12 fok is lehet napközben. A térségünkön áthaladó melegfrontnak azonban sokan nem örülnek. Fejfájás, migrén, álmatlanság, fáradtság érzet jelentkezhet a frontérzékenyeknél. Ilyenkor többen rosszul is lesznek, tapasztalják a szekszárdi Balassa János Kórházban. Szokták ez irányban, ezen a területen dolgozó kollégák is mondani, amikor a meteorológus mondja, hogy milyen idő várható, hogy na majd ez behozza a vérzőbetegeket, na majd ez behozza a stroke betegeket. A szakemberek azt mondják, hogy a frontok vonulásakor infarktus, stroke, gyomorvérzés, fekélvérzés gyakoribb. A csapadékosabb idő az infarktus szokta kiváltani, a melegfront pedig inkább a gyomorvérzést. Ugyanakkor a vérnyomás bármilyen változására elég érzékenyen tud reagálni a szervezet. A szív- és érrendszeri betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az időjárás és annak változásai is stresszt jelentenek, mondja Benczúr Béla, kardiológus. Ha ilyen jelentős hőmérséklet differencia van, vagy csapadékosabbra fordul az időjárás, frontok vonulnak át, akkor a érfalaknak az a instabil, megrepedni hajlamos vagy képes szűkületei valóban megrepednek, elzárodik egy koszorúsért. Tehát valóban ilyenkor a szezontól eltérő időjárás előhozhatja a gyakoribb infarktus vagy a gyakoribb szélütésnek, a stroke-nak a megjelenését. A szakorvos azt javasolja a frontérzékenyeknek, illetve a szív- és érrendszeri betegeknek, hogy figyeljenek oda magukra. Ha gyógyszert szednek, azok beszedésére különös figyelmet fordítsanak, de a frontok felboríthatják a jól beállított gyógyszereket is, ezért ha bármi eltérést tapasztalnak állapotukban, azonnal forduljanak orvoshoz. Minden évben jelen van a szekszárdi rendezésű nagyszabású gyerek labdarúgó torna rendezvényen ifja Buzánszky Jenő, a legendás magyar aranycsapat Tolna megyei származású játékosának fia, aki az aranycsapat emlékév alapítvány egyik meghatározó személye. Az apai örökséget azért is szeretné továbbvinni, mert édesapja az egyik első szorgalmazója és elindítója volt a szervezett óvodás, illetve gyermekfocinak idehaza. A Buzánszky fiú érdeklődésünkre elmondta, az alapítvány azt is szeretné elérni, hogy az aranycsapat legendáriuma ne csak a sportkönyvekben, hanem a magyar tankönyvekben is örök időkre jelen legyen. Hogy nem csak a sportkönyvekben fog ez szerepelni, hanem a történelemkönyvekben is megemlékeznek majd azokról a sikerekről, illetve azoknak a csapattagoknak az életútjáról, amit egyáltalán azt a szemléletet, amiket ők továbbadtak az utánuk következő generációknak. Ugye ez a feladat, ez előttem is, hál' Istennek nagyon sok segítségem van ebben,
Ugye a csapattagok részéről Grosics Edinával tartom a kapcsolatot leginkább. Regionális híreink következnek. Cél a fejlesztések megismertetése a fiatalokkal, nyílt a nap az egészségtudományi karom. Papír helyett online bejelentő, felgyorsítják a balesetek rendezését. A felsőoktatásban zajló beruházásokat mutatták be a Pécsi Egyetemen, az egészségtudományi kar nyílt napján számoltak be a pályázatokról. A cél, hogy az eseményre látogatók részletesen is megismerjék ezeket az uniós és hazai forrásokból megvalósult fejlesztéseket. A rendezvényen elhangzott fontos a kutatás és fejlesztés területének javítása. Ha a tubus a megfelelő helyen van, akkor képesek az ellátók lélegeztetni a sérült szemét. Ez most megtörténik. Egy sérült ellátását mutatják be mentőtiszt hallgatók a PTE egészségtudományi karának nyílt napján. A rendezvényen részt vett László András, aki a megyében megvalósult felsőoktatási fejlesztésekről beszélt. A miniszteri biztos elmondta, a cél, hogy a nyílt napra látogatók részletesen is megismerjék az egyetemen zajló beruházásokat. Kiemelte, Baranyába több mint 250 milliárd forintos forrás érkezett. Pécs városa ebből 115 milliárdban részesült, több mint 700 projekt keretében, illetve szintén a megyében, amit el lehet még mondani, hogy 141 olyan projekt volt, amelyik az oktatási és nevelési területet érinti, illetve 280 olyan projekt, amelyek a kutatás-fejlesztés területén valósulnak meg. Az egészségtudományi és az orvostudományi kar hamarosan egy 2500 négyzetméter alapterületű korszerű épülettel is bővül. Ez lesz a Humán Páciens Szimulációs Központ, ahol többek között sürgősségi gyakorló laboratórium, baleseti helyszíni szimuláció, de szülőszoba és műtőszimuláció is kiszolgálja majd a hallgatókat. A beruházás nagy mértékben növeli a kar versenyképességét, mondta Betlehem József rektor helyettes. Hozzátette, az elmúlt időszakban mintegy 40 milliárd forint értékben valósultak meg EU-s pályázatok az egyetemen. Ez konkrétan tovább boncolgatva ezt a kérdéskört jelent 30 EFOP pályázatot, 23 INOP pályázatot, és van, büszkekedhetünk azzal is, hogy 20 olyan direkt közvetlen EU-s finanszírozású projektünk, ami ugyancsak ezt a fajta versenyképességet tudja szolgálni. Az egyetem továbbra is szeretné fenntartani ezt az intenzitást, tette hozzá Betlehem József. Az eseményen elhangzott, nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás, a nemzetközi kapcsolatok, valamint a K+F fejlesztésére. Néhány napja indult el a Mabisz új e-kár bejelentő applikációja, így az autósok már egy egyszerű mobil alkalmazás segítségével is intézhetik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási károk bejelentését. Van már hazánkban olyan biztosító is, ahol külön kárrendezési folyamatot alakítottak ki annak érdekében, hogy az e-kár bejelentőkön keresztül érkező kárbejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül tudja intézni az ember. A rendszer működése sikeresen indult, hiszen az első e-kár bejelentést 24 órán belül már rendezte is a biztosítótársaság. Ez az e-kár bejelentő alkalmazás, amit mindenki ingyen letölthet az okostelefonjára néhány napja. A Mabisz, vagyis a Magyar Biztosítók Szövetsége kezdeményezésére fejlesztették ki az applikációt egy év alatt. Sokszor kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy egy kisebb koccanásnál, közlekedési balesetnél nem volt egyik félnél sem baleseti bejelentő, megállítottak más autósokat, van-e valakinél, hogyan töltsük ki, stb. És ugye a mobiltelefon az már legtöbb ügyfelünknél ott van, tehát egy jó lehetőség nekik arra, hogy ilyen esetben is rendelkezésükre álljon. A minden autós által ismert kék, sárga vagy baleseti nyomtatványnak az elektronikus változata tehát az e-kár bejelentő. Azonban gyorsabb, mint a papír alapú elődje. Az online platformon a kitöltés követően egyből a biztosítóhoz eljut az ügyfeleknek a kárbejelentése, és így a biztosítók sokkal hamarabb tudják megkezdeni a kárrendezést, és adott esetben ez nyilván rövidítheti is a kárrendezési folyamatot. Olyannyira, hogy az első e-kárbejelentésnél 24 órán belül kifizette a biztosító a kárt. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy fényképeket készítsenek a sérült járművekről, a helyszínről, így külön szakértő bevonása nélkül lehet érvényesíteni az autósok igényeit. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlői számára is térítésmentessé vált a kéményseprői ellenőrzés, tisztítás és felülvizsgálat,
Az önkormányzati ingatlanok égéstermék elvezetőinek rendszeres felülvizsgálata katasztrófavédelem kéményseprő ipari szervének feladata. A szolgáltatást minden esetben meg kell rendelni, ez többek között a szénmonoxid mérgezések és a kéménytüzek megelőzése miatt is fontos intézkedés. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői számára is térítésmentes a kéményseprői szolgáltatás, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy nem automatikusan megy a kéményseprő, tehát meg kell rendelni a szolgáltatást vagy telefonon, vagy személyesen, vagy a honlapon, a katasztrófavédelem honlapján erről tájékozódhatnak. Azért is nagyon fontos ez, mert minden ötödik lakástűz a kémény nem megfelelő állapotához vezethető vissza. Új technológiával tisztítják meg a Balatont az iszaptól. Az uszályra szerelt géppel a korábbinál sokkal hatékonyabban lehet majd az iszapot a strandokról eltávolítani. A Balatoni Hajózási ZRT összesen mintegy 350 millió forintot fordított a fejlesztésre, amely az egész országban egyedülálló. Zamárdi felső ezen részén évente több ezer turista mártózik meg a Balatonban. A szakasz ugyan nem fürdőzésre kijelölt hely, mégis sokan ezt az eldugott, csendes részt választják. Az itt található nagy mennyiségű iszap azonban gyakran okoz gondot a városvezetésnek, mondja Csákovics Gyula polgármester. Itt nem tud annyira áramolni a víz, és nem tud annyira mozogni. Megreked a felső részeken, ez a szerves anyagképződés is jobban jelentkezik. Itt mindig szoktunk kotorni. A Balatonon eddig kettő módszerrel próbálták meg az iszaptól mentesíteni a strandokat. A Balatoni Hajózási ZRT azonban egy teljesen új technológiát fejlesztett ki. Úgynevezett zsákos technológia, ez elmondható talán a legkevésbé hatékonynak, a másik pedig az, amikor kicsövezünk a partra, és gyakorlatilag ott egy fix zagytérbe szívjuk ki a lágyiszapot. Ehhez azonban először is kell zagytér, ami az épített környezetet a Balaton körül figyelembe véve nagyon kevés helyen áll rendelkezésre, másfelől pedig ennek is jelentős az időigénye, ezt követően pedig szárazföldi úton kell elszállítani a leülepedett zagyot, tehát azt gondolom, hogy ez sem túl hatékony. Mi ehhez képest igyekeztünk egy olyan technológiát kifejleszteni, ami egyfelől környezetbarát, nem igényel szárazföldi szállítást, másfelől pedig, ahogy a neve is mutatja, ez egy mobil berendezés. A szakemberek által kifejlesztett szerkezet és technológia egyedülálló hazánkban. Mobilitásának köszönhetően a Balatonon közlekedve könnyen eljut majd a strandokra. Kiszívjuk a lágyiszapot, ülepítjük, egy hidrociklonra kerül, majd pedig további ülepítési fázisokon keresztül gyakorlatilag három fő komponensre bontjuk, ugye az egyik a homok, a másik a víz, e kettő ez visszakerülhet a Balatonba, a harmadik az pedig egy ilyen finom frakció, ez maga a lágyiszapnak az a része, amelyet aztán elszállítunk Balatongyörökre lerakóra. A Balatoni Hajózási ZRT összesen mintegy 350 millió forintot fordított a fejlesztésre, amelyből 180 millió forint uniós forrásból származik. A tervek szerint már idén tavasszal munkába állhat az egyedi iszaptalanítógép a Balatonon. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Lakástüzek. Idén már 11-en haltak meg a lángok és a füst miatt a saját otthonukban. 2 milliárdos ipari parki fejlesztés 1000 négyzetméternyi területen fejleszt Szekszárd. Az alapanyagok felét helyben állítják elő, kormányzati segítséggel felújították a napközi otthont Gyulajon. Terápiás macska a megyei könyvtárban, egyre több olvasót vonz a közösségi kedvenc. Tulna megyében csütörtökön gyenge délnyugati szél mellett általában napos idő lesz, de délutántól már helyenként kialakulhat egy-egy rövid záporeső. Kifejezetten enyhe lesz az idő, éjszaka beborul az ég, és esőre kell számítani. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik megújult tolnatalj.eu oldalunkon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!